A személyügyi igazgatás napja alkalmából szeptember 1-én ünnepi állománygyűlést tartottak a Vitéz Szurmai Sándor budapesti őrségdandár Petőfi Sándor laktanyájában. Az ünnepségen részt vett Sándor Zsolt vezérőrnagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese, és Zsiga Tamás dandártábornok, a Magyar Honvédség parancsnoksága személyzeti csoportfőnökség csoportfőnöke. Az ünneplésre megjelent állományt levélben köszöntötte Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Ruszinszendi Romulus altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka. Levelükben hangsúlyozták, a személyügyi szakemberek munkája végig kíséri a katonák minden lépését. Ezzel kapcsolatban így fogalmaztak. A toborzók ott vannak az első lépéseknél, amikor az érdeklődő még csak ismerkedik a Magyar Honvédséggel, majd átsegítik őt az első megmérettetéseken. A személyügyi és humánszolgálati szakemberek a katonai életút és a katona családjának támogatása kapcsán folyamatosan jelen vannak a katonák és hozzátartozóik életében. Most jött el a személyügyben és a humánszolgálatban dolgozó szakemberek ideje, jelentette ki beszédében Sándor Zsolt vezérőrnagy. Ha valamikor, akkor most jött el, azt gondolom, az önök ideje. Amikor bizonyíthatják és bizonyítaniuk kell, hogy az egész humán szemügyi támogató rendszer az azért van, hogy a felhasználónak, az alárendelteknek legyenek katonái, legyenek képzett tisztjei, altisztjei, legyenek olyan szakemberek, akik akár a civil képzésben, oktatásban, akár a katonai képzésben, oktatásban végigmennek azokon a lépcsőfokokon, ami végig kell, hogy menjenek, hogy aztán végül valóban egy haderő épüljön. Mint a vezérőrnagy kiemelte, a Magyar Honvédség szemléletváltás előtt áll, ennek része a honvédség brandépítése is, amely szintén alapvetően a személyi területen dolgozókra támaszkodik. Nem véletlenül került a brandépítés a személyi csoportfőnökség égisze alá. Sokan gondolnak rajta, hogy gondolkozhatnak, hogy miért pont ide. Egy márkaépítés az miért pont a személyi szakterülethez került. Hát azért, mert önök nélkül nem lehet brandet építeni. Hát önök azok, akik behozzák még egyszer az állományt, és akik bent tartják nekünk az állományt. A rendezvény folytatásaként elismerések átadására került sor, majd az ünnepséget a Honvéd Férfi Kar műsora zárta.